do like it. I love it. Most vagyok először. Sok kedves néző most zokon veszi, hogy bele beszélek ebbe a szép nótába. Kinek a nótája az, kinek a szerzeménye? Ez Dóczi József. Dóczi? Itt gyászol a fecskén a Dóczi. És nagyon szépen szól a hegedű. Milyen gyárt nagyon? Ez egy magyar mester hegedű, Farkas Béla készítmény. Te, Sanyikám, hát én is láttam ugye a műsor címét. Egyszerűen nem hiszem el, azt mondja, 50 éve muzsikál Lakatos Sándor. Elhiszette ezt? Nehezen, de muszáj. Hát, fantasztikus. Pláne, hogy most így rád nézek, és nevetősen, fiatalosan, mosolygósan, csillogó szemmel. Hát az a kis kályha ezüst itt, az a bajuszkádon, meg a halántékodon, az valami új, mert amikor megismertelek, ez még nem volt. Te, hát ha már erről beszélünk, hogy 50 éve. Mikor vetted először? Hány éves korodban adták a kezedbe a hegedűt? Hát láttam, a 7 éves gyerek, akkor édesapánál kezdett tanítani hegedűni, és ő tanított egészen magas fokig, később 4 akadémiai végbizonyítványt szereztem. Szigorú tanár volt édesapád? Hát, tanárnak szigorú volt, embernek nem, mint apa nem. 14 éves gyerek voltam, most pontosan 50 éve, mikor beültem a zenekarába, és tanultam a prémási mesterség
fortéjait. Akkor terces voltál a zenekarban? Tercest, tanuló gyerek, másodprímás, minden szerepkört, ami ehhez a foglalkozáshoz tartozik. Tehát ő kifejezetten erre nevelt téged, hogy te prímás legyél. Pontosan. Azt, hogy kell asztalhoz oda menni, a vendég, melyen vendégnek ránéz az ember, körülbelül mit kell el tudni kezdeni muzsikálni. 18 éves koromban, aztán később önálló zenekart alakítottam, az akkori Britannia szállodába kezdtem muzsikálni. Hűha, a Britannia. Hát mondjuk egy időben hírhedt is volt az a szálloda, aztán inkább híres lett. Ez nagyon elegáns szálloda. Elegáns és exkluzív hotel volt akkor. Te kik jártak oda? Kiknek muzsikáltál? Mindenféle ember járt oda. Te, és már 18 évesen önálló zenekarod volt. Tulajdonképpen mi egy klasszikus cigányzenekar hány tagból áll? Mi kell, hogy legyen benne? A jelenlegi körülmények között most 7 tagból kellene, hogy álljon egy zenekar. Régebben 12-16 tagú zenekar volt. Azt viszont akkor gondolom, hogy meg is szólalt. Akkor szólt igazán egy cigány zenekar. És hát 16 muzsikus, milyen hangszereket? Hát nyilván volt nagy bőgő, hogy mindenből dupla volt. Mindenből dupla volt. Na és aztán folytattam így a pályafutásomat, illetve hát akkor kezdődött. Hány évig játszottál a Britanniában? Ott 2 évig, mert aztán közben jött a háború. És aztán merre felé? 43 évig pontosan, mint prímás végig muzsikáltam Budapest összes előkelő szórakozó helyét, hoteljait. Egészen a nyugdíjaztatásomig. Te voltak-e híres nagy emberek itt Budapesten a hallgatóid között? Rengeteg. Aki csak létezik nagy művész, talán az élők és az elhaltak soraiba, azoknak én mindenkinek muzsikáltam. Gondolom, elvitték őket hozzád, hogy hallgassák meg Lakatost. Természetesen. Igen. Szóval többekkel személyes jó barátságban voltam. Kikkel? Mondjál már legalább egy vagy két nevet. Hát, mindjárt az elején 3 Oistrakh. Nem mond. Oistrakhék hallgattak téged hegedülni? Többször. Mi volt a véleményük? Hát az öreg Oistrakh, az ahányszor Budapesten megfordult, mindig odajött vocsorázni, hol én jártam. Ricsi az kifejezetten személyes jó barátja családunknak, főleg a fiamat és az unokámat szereti nagyon. De sorolhatnám őket sorba, de azt hiszem, hogy... Hát igen, hát a kedves nézők, akár Dávid Oistrakh, akár Ruggero Ricci, világhírű nevek. Na aztán 1950-ben megalakult a Magyar Rádió népi zenekara, és a megalakításra... Mindig közben beszélek, ne haragudj, mert ez, hogy népi zenekar, emlékszel, mi úgy hívták, hogy népi zenekar? Ezt hát akkor úgy hívták. Igen, hát egy népi zenekarban van egy citerás, egy igen. Dudás, egy nyegerés, de hát... Akkor ennek ez volt a hivatalos neve. És szégyeltük kimondani, hogy cigány zenekar. Igen, ugye? Így van. És megalakult a rádiózenekar. Igen, megalakult a megalapításától egész a megszűnésége. Én voltam a vezető prímása. És ezt a megbízatást, ezt hogy nyerted el? Ezt én verseny útján nyertem el, ami úgy történt, hogy az akkor a rádióban muzsikáló összes zenekarok, prímások zenekarát egy bizottság lehallgatta, és pontozással és legtöbb szavazattal én nyertem el ezt a versenyt, és így kaptam meg a kinevezést. A zenekart Rács Zsiga bácsi, a kor legnagyobb cigány zenekari karmestere, állította össze a század akkori legjobb cigány muzsikusaiból. Bocsáss meg, azért egy fázist kihagytunk, azt mondtad, hogy édesapád kezdett el tanítani, és egész magas fokig ő volt a tanárod. Igen. De aztán te nyilvános rendes zeneiskolába is jártál. Itt, hát az Indexet például bizonyítja, hogy hát hegedű, viola, igen. Kamarazene. 1950-ben felvételezést nyertem a főiskolára, Zatorecki növendéke lettem, de sajnos pontosan akkor megalakult zenekar kötetlen munkaideje miatt képtelenség volt a főiskolát látogatni, pedig már csak 3 év lett volna a diplomáig. De úgy tudom, hogy téged korábban is elvitt valaki a Zeneakadémiára, bemutatott az egyik professzornak. Voltam, 15 éves országtivadarnak mutattak be. És mit játszottál neki? Akkor emlékszek Csajkovszki hegedű verse első tételből, Mózes fantáziát, néhány ilyen barátom. Rázós darabot, hogy úgy mondjam. És föl is vettek volna, csak volt egy olyan törvény a főiskolán, hogy aki a főiskola növendéke, az nem muzsikálhat így éjszakai életbe, étterembe, vagy lokálba, stb. Akkor sajnos ott szakadt meg ez. Most hadd mondom a kedves nézők, hogy persze azokban az időkben, amikor te a Magyar Rádió népi zenekarát vezetted, azokban az években a hivatalos elismerés sem maradt el, hiszen azt hiszem akkor kaptad a népművészet mesterét és a Liszt díjat. Liszt Ferenc díjat, igen, ami Magyarországon nekem van egyedül. Van még valakinek a szakmában, hogy így mondjam? Nem, nekem van egyedül csak. Egyedül Liszt díjas. 34 évvel ezelőtt kaptam. Hű, mindjárt akkor a kezdet. Most ezzel a zenekarral én 1952-ben Párizsba hanglemez világversenyt is nyertem,
amelyen 51 nemzet indult, akkor ez nagyon nagy szenzáció volt. Nem csodálom. Miket játszottál azon a lemezen? Magyar nótákat? Magyar nótáktól kezdve verbunkos muzsikát, hát mindent olyasmit, ami az akkor kultúrpolitikai irányzat előírt. Szóval olyan jellegű műsorral mentünk ki ezzel a versennyel, ezzel a lemezzel. De ennek az a véleményem, hogy nem kéne egyet most már de muzsikálni. De éppen ezt akartam, hogy rettető szívesen beszélgetek vele, Sanyi, természetesen, de itt lenne az idő, hogy valamit halljunk tőle. Hát nézd, első számnak mindjárt egy különlegességet mutatnák be, mindjárt ez a műsorhoz, ugye, ami azt szól. Édesapám Lakatos Flóris, aki a maga idejében a legképzettest muzsikus volt a cigány prímások között, komponált 24 variációt a Nagy a feje, buson a ló című csárdásra. Hihetetlen technikáját, tudását és sokoldalúságát mutatja be ezzel, és azt bizonyítja, hogy nem csak 16-odokban lehet csárdás témára variációt játszani, hanem ilyen sokféleképpen is. Ebből mutatok most be néhányat. Köszönöm szépen, tehát akkor kedves nézőink, Lakatos Flóris variációját játssza a fia, Lakatos Sándor. Thank you.
Hát nem mondom. Tényleg volt mit hegedülni ezekben a variációkban. Az ember tűvé teszi a hangszert, ugye? Igen. De hát ezt, gondolom, ezt a fantasztikus technikát nem csak Magyarországon vették észre, nagyon sok helyen hegedültél te a világban. Például Brüsszelben is a világkiállításon? Igen, 1958-ban a brüsszeli világkiállításon muzsikáltam, ahol akkor világsikert arattam. Játszottam többek között a belga királynőnek is, és a windsori hercegnek is. És akkor született meg a újságírók tollából az a humoros jelző, hogy Lakatos Sándor a prímások királya és a királyok prímása is hasonló jelzők. Ezeket, ez a riportokat átvették akkor a magyar újságok is. Hát itt van, ha már újságokat terelődik a szó, ugye itt van, nem csak néhány kivágás csak. Valóban bizonyítja, hol van ez a francia nyelvű cikk, Sándor Lakatos, Roi des Cigán, tehát a cigányok királya, angolul, Gypsy Violin King, a cigány hegedülés királya. Egyébként, hát hadd olvassak már bele ezekbe, azt mondja, Lakatos Sándor, a virtuóz magyar cigány prímás, akit királyok prímása, prímások prímása, vagy prímások királya jelszóval szoktak illetni, mint a cigányzene a legnagyobb jelenleg élő művésze. Vagy itt van egy másik, hadd olvassak már bele ebbe, és azt mondja, csak ilyen icipicike, azt mondja, hogy a világkiállítás hivatalos lapja külön cikket szentel Lakatos Sándornak, a cigány Paganininek. Vagy itt van ez az angol nyelvű, ezt is érdemes, azt mondja, hogy rögtön fordítom. Budapesten Lakatos éjszakánként játszik egy kávéházban, amelyet Mátyás Pincének hívnak, ahol olyan hegedű művészek, mint Jasa Heifetz, Cino Francescat, David Oistrakh jelentek meg, hogy meghallgassák őt. 1965-ben Richard Nixon és felesége ment ebbe az étterembe, hogy meghallgassa Lakatost. Fantasztikus, hát gondolom, hogy ilyen címekre, hogy a prímások királya, nem volt neked erre szükséged. Hát, ugye, soha nem vettem ezeket. Komolyan, nézd, jól estek ezek na, a persze. Dicsérő szavak. Meg aztán tudod, az ember tekintettel volt a kollégákra, a prímások hát hiúságára. Hát, nem akartam soha senkit megsérteni ezzel, nem is hogy én a fejükre jöjjek ilyen sületlenséggel. Nem is érdemelték volna. Én azt hiszem, hogy neked korona helyett elég, hogyha egy hegedű van az állad alatt. Inkább. De most ezeket a régi címeket mondjuk most forintosítani lehetne. És elmentünk egy ketten egy jót mulatni az árán, képzeld. De valahol olyan helyre, ahol Lakatos játszik. Természetesen. Apropó, most mit játszol? Muzsikáljunk inkább egyet újra. Feldolgoztam egy régi nótát, fantáziaszerűen, már 30 évvel ezelőtt. Akkor még nem igen játszottak ilyen technikai szinten magyar nótát. Én a virtuóz technikával bejátszom a nótával a hegedűt. Jó. Hát kedves nézőink, akkor most hallgassuk meg Lakatos Sándor szerzeményét, ezt a bizonyos fantáziát. Beszélgetünk, és a kedves nézők látják, hallják, hogy én téged egyszerűen csak Per Sanyi szólítalak, mikor itt a kollégáim, televíziós kollégáim téged bácsiznak, szemtelen dolog ez. Itt lenne az idő, hogy elmondjam a kedves nézőknek, hogy tulajdonképpen én mikor és hogyan ismerkedtem össze veled. Hát nagy története van ennek. Hát bizony már jó sok éve. Én nagyon fiatal zongoraművész voltam, az Országos Filharmónia szólistája,
És azokban az időkben a Semmelweis utcában volt, talán emlékeznek önök közül néhányan, Semmelweis utcában volt a Filharmónia székháza, és ott volt egy szép kis kamaraterem is. No, ott én egyszer egy szonáta estet adtam egy hegedűs kollégával, a név teljesen mindegy. Koncert után elhatároztuk, hogy átmegyünk a szemközti Asztóriába meginni egy krégli sört. Így is történt, leültünk, és arra lettem figyelmes, hogy a prímás egyszer csak elkezdett Paganini melódiákat játszani, mégpedig az, hogy... Velencei kardinálat. Igen. Hát mondom, eljátsza ezt a melódiát, hát kész, ugye, ott tegye meg a fene. Hanem akkor egyszerűen megállt a sör a poharamban, amikor elkezdte játszani az erre írott eredeti Paganini variációkat. Egyiket a másik után végig. Mondom, hogy én hülye. Miért azzal a palival szonátázom az Semmelweis utcában? Miért nem ezzel a mukival, aki sokkal jobban hegedül, mint az? És akkor kérdeztem, hogy gyerekek, mondjátok meg, ki az Isten ez a prímáshoz? Hát megőrültél. Hát ez a király. Hát ez a lakatos. Na, ekkor ismertelek meg téged. Te, így történt. Te tényleg, hogy tettél szert erre a fantasztikus technikára? Így születtél, vagy? Én azt hiszem, hogy igen, mert annyit én nem gyakoroltam ehhez, ami ehhez mondjuk arányos lenne. Szóval. És te ezt azt hiszem ki is használtad, ezt a csodálatos adottságodat. Természetesen. Ugye? Persze. Most éppen erről akarok most egy számot játszani. Érdekes, én egész fiatal koromban próbálgattam megoldani azt a problémát a hegedűn, hogyha én egy csárdás variációt játszok, az úgy szóljon, mintha egyszerre két hegedűs játszana, tehát két szólamba. Nagyon hosszú kísérletezés után sikerült ez. Több ilyen számot is írtam azután. Most egy hihetetlenül nehéz kettős fogásokból álló sorozat csárdást fogok bemutatni, és az előbbi nóta és ez a csárdást megéleti az a jelző, hogy a megutánozhatatlan cigány muzsika. Tehát akkor kedves nézőink, most egy utánozhatatlan cigány muzsikálás következik. Föltehetem ezt a szamár kérdést egy prímásnak, de mégis fölteszem. Mi a kedvenc műfajod? Nagyon nehéz erre felelni, mert én minden műfajból szeretem azt, ami szép, ami jó. Természetesen, ami legjobban a szívemhöz nőtt, az a cigány muzsikálás, a magyar nóta muzsikálás. És most két szép régi magyar nótát muzsikálok. Köszönöm szépen, tehát kedves nézőink, régi magyar nótákat játszik nekünk Lakatos Sándor, majd a fia, a nem kevésbé híres, kitűnő prímás Déki Lakatos Sándor játszik nekünk.
Pedig az unokám, az ifjabb Déki Lakatos Sándor következik, aki sorrendben már a hetedik a Prémás dinasztiánkba. Az imént már tallóztunk itt, ha csak röviden is különböző sajtótermékekben, újságokban, de egy fontosat valahogy kifelejtettem, elnézést. 1970. október 1-én jelent meg ez a cikk. Az a címe, hogy Lakatos, a cigány primások mestere.
New Yorki keltezésű a hír, és ezt mondja, hogy az amerikai körúton lévő világhírű magyar cigányprímást, Lakatos Sándort New Yorki tartózkodása idején meginterjúolta a New York Times munkatársa. A cikkírója Donald Henehen megjegyzi. Lakatos Sándor az ősi cigányzene helyfecél. Téged Jasa helyfeccel miért tesz ez az úr? Voltam bátor. Egyébként ez az úr megérdeklődtem, Amerika egyik legnagyobb zenekritikusa, Jasa helyfecz pedig, mint ahogy tudjuk, a 20. század legnagyobb hegedű virtuóza volt. A vele való összehasonlítás a számomra nagyon nagy dicsőség, és a pályafutásom legnagyobb sikerének tartom. Joggal egyébként. Sanyikám, már hallottunk itt tőled feldolgozást, fantáziát, de mint, hogy mondjam, te mint zeneszerző is dolgozol, ugye? Igen, írok szerzeményeket, feldolgozást, átiratokat. Most egy egészen új számot mutatok be, címe Álmodozás, és Paganini az Ördög kacagás című kapriccsóját játszom. Köszönöm szépen, tehát kedves nézőink, következik Álmodozás, majd egy Paganini kapriccsó.
nagy sikerű 50 évre tekintetünk vissza ebben a műsorban, kedves nézőnk. Hát többek között ezt bizonyítja már elmondottakon kívül a rengeteg lemez, a Virtuóz Prímás, a Mester Prímás, Sándor Lakatos, Lakatos Sándor, The World Famous Prímás, a világhírű Prímás, a Lakatos dinasztia, a Prímások Prímása, hát nem is lehet ezt felsorolni, ezt a rengeteg lemezt. Hát gondolom nem véletlen, hogy itt ül mellettem Rákosi Péter, akit tisztelettel köszöntök. Ő a Magyar Hanglemez gyártó vállalat kiadói igazgatója. Tulajdonképpen milyen célból is kerested most föl a műsorunkat, a stúdiónkat, de miért belekezdenél, hát hívjam ide Lakatos Sándort, és Sanyikám, gyere, parancsolj, foglalj helyet mi nálunk. Gondolom, jól ismered. Köszönöm Rákosi szépen, Péter, természetesen. Tehát a látogatás minek köszönhető? A látogatás célja, hogy vállalatunk nevébe köszöntsem Lakatos Sándort, akinek ma is forgalomban dány számot meghaladta. Ebből az alkalomból szeretném átadni a vállalat gyémánt lemezét. Ó, hát ez egy ünnepélyes dolog. Gratulálok. Köszönöm. Én is gratulálok, Sanyi, tiszta szívből. Gyönyörű szép, mutassuk meg a kedves nézőknek is. Íme, itt van. Kvaliton, Lakatos Sándor. Fogaljatok helyet. Viszont Sanyikám, én azt hiszem, hogy ezt a szép aktust meg kellene koronázni valami muzsikálással, igaz? Persze. Valahogy megköszönni a cégnek, vagy meghálálni. A közönségnek. A közönségnek, így van, Péter, köszönöm szépen. De most azt hiszem, Csárdás variáció következik. Eljátszom az egyik kedvenc számomat, aminek a címe Csárdás parafrázis. Ez egy cigán muzsika, de ez Lakatos Sándor szinten. Hát, halljuk. Be kell fejeznünk ezt a beszélgetést, aminek gondolom a kedves nézők is nagyon örültek. De most hadd kérdezzem meg, hogy e pillanatban te minek örülsz a legjobban? Hát annak, hogy megérhettem, hál' Istennek, ezt a szép jubilómot, és együtt muzsikálhattam a gyerekekkel. Hát én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál ide a televízióba, és köszönöm, hogy velem beszélgettél, és már csak egy kérésem lenne, hogy a most kezdődő 50 év végén, tehát a második 50 év végén is velem beszélges, jó? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Thank you.
Thank you.